van. A nyílt napon az ejtőernyősök is bemutatkoztak, akik ugrásaikat néha 2000 méteres magasságból végezték el. Felkészültségüket az is bizonyítja, hogy közülük szinte mindenki a gyakorlótér ugyanazon helyén landolt. Hogyan került kapcsolatba az ejtőernyőzéssel? 1979 őszén egyik haverommal elhatároztuk, hogy titokban jelentkezünk ejtőernyősnek, és ezt véghez is vittük. Az akkori MHS keretén belül foglalkozásokra eljártunk itt Veszprémbe, gyakorlati ugrásokat pedig Péri repülőtéren hajtottuk végre. Ez az első ugrás, ez mikor történt, és hogy emlékszik vissza rá? Ez a következő év május 8-án történt, 80-ban. Egy szép napsütéses délutánon történt ez az egész. A félelmünket leküzdve álltunk a gépajtóba, és oktatóink parancsszavát végrehajtva ugrottunk ki először, idézőjelbe estünk ki először. Tulajdonképpen előszöri ugrás nem lehet ugrásnak nevezni. Az emberben van egy félelem érzet, amit tulajdonképpen le kell küzdeni. Na most ezt nekünk sikerült. Az alatt, a hét alatt ugrottunk azt hiszem 9-et, és a folyamatosság, ugye akkor még meg lehetett csinálni az MHS-be, egyre előrébb vitt bennünket a kíváncsiság, a sport iránt, és tulajdonképpen ott ragadtam a Péri repülőtéren. Most hányadik ugrása történt meg ezzel a bemutató alkalmával? Ez a 3514. végrehajtott ejtőernyős ugrásom volt 2000 méter magasról, ahol a feladatunk egy 4-es kupola formáció volt, mint láttátok, narancssárga ernyőkkel lett végrehajtva, 2000-ről ugrottunk, azonnal nyitottuk, és utána kellett az alakzatot felépíteni, mire földet érünk. Én a legutolsó bekötő voltam, a negyedik. Általában milyen magasból szoktak kiugrani? Általában a kiképzési feladataink határozzák meg azt, hogy milyen magasról ugrunk. Ez történhet 300 métertől, tulajdonképpen 4500 méter fölötti magasságokból. Tehát tulajdonképpen a feladatok miensége határozza meg. Minden feladathoz, feladatfajtához tulajdonképpen más ernyőt használunk. Más ernyőt használunk egy kiképzési ejtőernyős ugrás végrehajtásakor, és mást egy bemutató ejtőernyős ugrás végrehajtásakor. Kiképzési feladatkor általában a német típusú RS 4x4 vagy RS 8x A típusú ernyőt használjuk. Ezzel a csoportos célbeugrást tökéletesen végre lehet hajtani, lehet hozzá csatlakoztatni málhazsákot, különböző rendszereket, különböző ugrási fajtákat lehet végrehajtani velük, kéziugrást, bekötött ugrást, stabilizátoros ugrást. Ezek csak a kiképzési feladatokra használjuk. A bemutató ugrásokra használjuk az úgynevezett siklóejtőernyőt, paplanernyőt, a köztudatban így van elterjedve, és bemutatókon ezekkel hajtjuk végre a formációt. A kioldás fajtája, amit már mondtam az előbb, az RS-sel háromfajta ugrási fajtát lehet végrehajtani, bekötött rendszerűt, a stabilizátorost és a kézit. Ennél a típusnál az ejtőernyő kioldója az bal oldalon egy piros kioldó segítségével történik, míg a bemutató ugrásokon végrehajtott ejtőernyőkkel különböző helyeken van tulajdonképpen a kioldó. Ez lehet a tok alján egy beépített nyitóernyőrendszerrel, ami itt látszik, vagy a combhevederen ugyanez. Tulajdonképpen ez a különbség a két ernyő nyitási rendszerétől. És itt láthatunk egy ilyen piros kis zsinort is. Ez mire szolgál? Ez a piros kioldó tulajdonképpen, nem is kioldó, hanem leoldó fogantyú. Ez, hogyha az ejtőernyő a kiugrás folytán nyitás után meghibásodna, tehát nem nyílna a fő ejtőernyő, akkor ennek a kis piros leoldó segítségével, ha meghúzzuk, akkor azt eltávolítjuk a testünktől a meghibásodott főernyőt, és utána szabad csak tulajdonképpen nyitni a mentőernyőt. Ezzel akadályozom meg azt, hogy a két ernyő összegabajodjon, és tulajdonképpen a második ernyőnyitás is sikertelen maradjon. Mire kell figyelni egy-egy ugrás alkalmával a levegőben? A kiképzési ugrásoknál ugye figyelni kell azt, hogy az ember kis magasságból, ha többen ugrunk, akkor természetesen egymásra kell figyelni,
fokozottan kell figyelni a földetérésre, mindig szabályosan érjünk földet, akkor a társak elhelyezkedésére a levegőbe. Egy bemutató ugrásnál pedig hát tulajdonképpen nagyon közel vagyunk egymáshoz, sőt össze is érnek a kupolák. Figyelni kell teljes mértékben arra, hogy a kupolák a megfelelő módon és az előírt módon csatlakozzanak egymáshoz. Zsinórokba véletlenül se kavarodjon bele a társam vagy én esetleg. Ez a kupola formaugrásnak a vészhelyzetét idézni elő, hogyha esetleg összekavarodnának a zsinórok a másik ember testén, vagy fordítva az enyémén is. Otthon ezekhez az ugrásokhoz mit szólnak? Van-e félelem a családban egy-egy ugrás alkalmával? Mikor elkezdtem, akkor tulajdonképpen még nőtlen voltam a szüleimnek. Egyszer halványan megpendítettem, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha megismerkednék az ejtőernyőzéssel. Természetesen hallani se akartak róla, ezért titokba jelentkeztem, titokba végeztem el ezt a tanfolyamot itt Veszprémbe, és titokba mentem föl félre ugrani. Későbbiekben már a szüleim is megszokták, hogy nap mint nap, vagy esetleg egy hónapban többször följárok ugrani, és abszolút nem ellenezték. A későbbiekben, amikor megnősültem, akkor a feleségem tulajdonképpen már abban az időszakban ismert, amikor ezt a sportot csináltam. Egyszer-kétszer eljött ő is velünk, följött a géppel, látta, hogy abszolút nincs félelemérzetem, és tulajdonképpen teljes mértékben megbízik bennem, úgyhogy ő is úgy áll hozzá, hogy egy megszokott dolog már ez a családban. Hey, 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 hey
Melyik? Fölülről a második a hegye? Legalábbis azt mondta. Thank you.